Kész átverés a Karácsony Gergely honlapján történő adat és pénzgyűjtés. Erről ír a Mandiner. A főpolgármester hivatalos weboldalán még most is adományokat várnak. Az oldalt azonban a miniszterelnök jelölti kampány, vagyis 2021 óta nem frissítették. Az adatkezelési tájékoztató és a leiratkozás eredetileg Karácsony Gergely mozgalmának oldalára irányítana, ott azonban jelenleg egy reklámoldal működik támogast Karácsony Gergely kampányát, ez a szöveg olvasható a főpolgármester hivatalos internetes oldalán a karácsonygergely.hu-n. Támogatók csatlakozását várják e-mail cím, irányítószám és telefonszám megadásával. A 99 mozgalom adatvédelmi tájékoztatóját azonban hiába olvasná bárki is, a link ugyanis nem a mozgalom oldalára, hanem egy reklámoldalra vezet, ami azzal a szöveggel fogadja a látogatókat, hogy a képzelet fontosabb, mint a tudás pénzbeli felajánlásokat is várnak Karácsony Gergely oldalán, akár havi ismétlődő felajánlást is be lehet állítani. Arra is emlékeztetnek, hogy az adatok megadásával a támogató hozzájárul, hogy a kampányában megkereshessék. Leiratkozásra is lehetőség van, a link azonban szintén a reklámoldalra vezet, ami különleges mozgásvilág felfedezését is ígéri. Kész átverése a Karácsony Gergely honlapján történő adat és pénzgyűjtés. Erről ír a Mandiner, a portál cikke úgy fogalmaz, úgy tűnik a polgármester portálja több éve lefagyott, a bukott miniszterelnök jelölti kampányában ragadt. A lap szerint elképesztő hanyagságra utal, hogy az adatkezelési tájékoztató, valamint a leiratkozás egy reklám oldalra vezet. Nem kis ládika, nyilván nagy ládika. De... A 99 mozgalom kapcsán nem csak az adatgyűjtés, hanem a fél milliárd forintos adománygyűjtés is több kérdést felvet. Miket vittek el öntől innen? Karácsony Gergely pártársa Péri és Gábor egy személyben 19 alkalommal fizetett be a 99 mozgalom bankszámlájára fél milliárd forintnyi eurót és angol fontot, ami miatt az Egyesület számlavezető bankja az OTP feljelentést tett pénzmosás és hamis magánokirat felhasználásának gyanúja miatt.